A könyvjelzőnkben, hogyha a webstart, illetve az aludmagadsavanyra.infot beraktuk, csak rákattintunk, beírjuk a új bejelentkezési kódunkat, beírjuk a jelszavunkat. És ugye be tudunk jelentkezni a webstartba. Hogy itt a beállítások menüpontban azt is be tudom állítani, hogy a szigeten röviden menjen, vagy hosszú menjen át a Laura, tehát itt le tudom egy picit rövidíteni a dolgokat, vagy pedig, hogyha nem szeretnék kapni e-maileket, mert ugye ha ezt nem tiltom le, a rendszer az fogja nekünk küldeni az e-maileket naponta, de ki tudom választani, hogy mondjuk hetente csak kétszer, vagy tudom deaktiválni, amikor abszolút nem szeretnék e-maileket kapni. Az a lényeg, hogy minden esetben ezeket el kell menteni. Rákattintok a Community-re, és innentől kezdve fogja látni az én hozzászólásaimat, mert mivel még csak én vagyok, mint ismerős a programon belül. Itt fölül jobb oldalt mutatja a rendszer, hogy amit kitűztem céljaimat, mondjuk 2 hétre, hogy avval éppen hogy állok, mennyire aktuális, mikor kell újból megcsinálnom a újabb tesztemet. A Mission Vitality játék, ez egy olyan akció, ahol több milliárd forintot osztanak ki azért, hogy minél több emberrel megismertessük ezt a rendszert. Itt mindig az aktuális játékok szerepelnek és a pontgyűjtési akcióknak a feltételei. Itt általában vannak a termékekkel kapcsolatos információk, akkor a mobil applikációról van leírás, működik a webstárnak a súgója. Itt látom, hogy kaptam mondjuk egy baráti felkérést valakitől, és hogyha ide rámegyek, akkor elvileg itt megjelenik az, hogy kikkel tudom fölvenni újból a kapcsolatot, ott csak elfogadom azt, hogy találat, vagyis hogy elfogadom ismerősnek, és onnantól kezdve már ő is a barátaim közé tartozik. Tudunk létrehozni profilt, ez nagyon lényeges, mert hogyha meghívókat küldünk ki barátainknak, ezt a profilképemet fogják látni, tehát ide érdemes egy olyan képet fölrakni, ami bizalomgerjesztő és nem egy kutya vagy egy macska képe például, mert avval nem fogják tudni, hogy kivel álltak tulajdonképpen szóba. Itt a profilban ugye le tudom írni, hogy mivel foglalkozom, ez azért is lehet érdekes, mert több olyan emberrel tudok majd kapcsolatot teremteni, akinek hasonló az érdeklődési köre. Barátok menüpontra, ha rákattintunk, és ide beírjuk azoknak a nevét, akik az üzenőfalon megtalálhatóak. Utána rákattintunk a találat címkére, vagy ha vannak barátaim, akkor e-mail cím szerint meg tudom őket keresni. És a rendszer ki fogja szűrni számunkra azt az embert, akit mi megjelöltünk. Majd megjelenik, hogy barát vagy ismerős felirat, és ott el tudom őt fogadni, hogy ismerősnek vagy barátnak szeretném megjelölni. Vannak csoportok, ehhez külön meghívókat lehet az üzenőfalon például kérni. Ez rendkívül hasznos, mert ebben tudjuk ajánlani a ismerőseinknek, a barátainknak. Meg tudom nézni a statisztikáimat.
milyen a vitalitásom, egyéb ilyen dolgokat, tehát vissza tudom ellenőrizni, ki tudom nyomtatni például, hogy milyenek voltak a testi adatom, milyenek az eredményeim, le tudom követni, hogy milyen szépen változik, ahogy fogyok vagy izmosodom.